Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Manéja vagyok. Önök a Tolnatáj Televízió Kultúrszoba című magazinját látják. A következő témákkal készültünk. Kórus minősítők országszerte. Szekszárdra várták a régió kórusait. Tolna vármegyei értékek napja. Több mint 600 látogató Madocsán. Vosinski emléknap születésnapját is ünnepelte a Szekszárdi Múzeum. Kulturális feltöltődés, szórakozás. Több tízezer ember látogatott ki a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválra. Csolnok, Somberek és Városlőd után Szekszárdon tartották a Landesrat tavaszi kórus minősítőinek utolsó rendezvényét. Országosan több mint 50 csoport jelentkezett, akik közül az aranyfokozatot elérők novemberben Vecsésen szerepelhetnek az országos minősítőfesztiválon. A Magyarországi Német Énekkarok 10. országos fesztiváljának nyugati régiós minősítőire 2024-ben Szekszárdon került sor. Tolna és Bács-Kiskunvár megye német nemzetiségi kórusait a Babits Mihály Kulturális Központ látta vendégül. Hosszú évek óta egy kiváló hagyomány, hogy a Babits Mihály Kulturális Központ is helyet ad a német nemzetiségi kórusok minősítő rendezvényeinek. Ez idén is így történt. Ez a negyedik alkalom a nemzetiségi kórusok között, hogy bemutathatják tudásukat, és most már itt a negyedik alkalom után a nagy izgalom következhet, ugyanis kiderül, hogy kik jutnak abba az országos döntőbe, amely már novemberbe kerül sorra. Szekszárdon ez nem is lehet kérdés, hogy a német nemzetiségi hagyományok ápolása, legyen az szó zenéről, táncról, kultúráról, nyelvoktatásról, mindig is kiemelt fontosságú volt, és reméljük ez így marad a jövőben is. Éppen ezért nagy szeretettel adunk otthont az ilyen jellegű rendezvényeknek. Nálunk egész évben beszélhetünk arról is, hogy akár az iskolai svábbálok, a német nemzetiségi egyéb más fellépések, tánctalálkozók, hamarosan itt a Pünkösdi Fesztivál, ahol szintén láthatunk kiváló csoportokat. Tehát ez nem egy egyedi alkalom, hogy egy ilyen eseményre sor kerül. A kórusok hiteles szakmai visszajelzést kaphatnak énektudásuk, előadásmódjuk fejlesztéséhez. Az Országos Kórus Fesztiválon a minősítőkön aranyfokozatot elnyerő kórusok vehetnek majd részt. A minősítő rendezvény az énekszekció első alapító elnöke Kreisz Ferenc annyit mondott a minősítésekről, hogy egy valamire való kórusnak 3 évente biztosan minősülnie kell. Bár ez meg kicsit furának tűnhet, hisz az autót visszük mindig tűvre, műszaki vizsgára 2 évente, vagy ahogy a gyártó előírja, de ez a kórusoknál is fontos. A minősített énekkarokból a legjobbak ősszel meghívást kapnak a kórus találkozóra, a kórus fesztiválra, ami ebben az évben Vecsésen kerül megrendezésre. A Vecsési Fesztivál az a kórus találkozó, ahol a fesztivál díjat nyerhetik el. Egyik minősítő rendezvényünk sem a versenyről szól, hisz mindenki egy tükröt kap arról, hogy ő a szabad idejét milyen minőségben áldozza, szenteli a mi ének-zenei kultúránknak, és itt aztán a legjobbak pedig Vecsésen találkoznak, és közülük csak egy díjat kap valaki, az pedig a fesztivál díj, és ott dől el az is, hogy a Magyarországi Németek Országos Rendezvény az LDU gálán mely kórusok képviseltethetik az adott régiót vagy a magyarországi németséget a következő 3 évben. A német nemzetiséghez tartozó kórusok fontos szerepet játszanak a hagyományok ápolásában és a kulturális örökség megőrzésében. A zene mellett közösségi szerepet is betöltenek a tagjaik életében. A német nemzetiségű kórusok hatékony eszközei lehetnek a hagyományok ápolásának és a közösség összetartásának. Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Róna Józsefné kórusa vagyunk Bonyhádról. A környék
német nemzetiségi dalait gyűjtjük össze. Ugye németül is énekelünk, és svábul is énekelünk. Most is hasonló lesz a repertoár. Lesz benne német ének is, és sváb ének is. 45 éve működik a kórus, 34 tagunk van, és nagyon szeretünk énekelni, ez fogja össze a csapatot. Ezért most már 45 éve éneklünk együtt. Én nem a kezdete óta, talán a második évbe kerültem a kórushoz. Az Országos Minősítő Fesztivált idén novemberben rendezik meg Becsésen. Sokszínű gasztrokultúra, hagyományőrzés, összetartozás. Ennek szellemiségében rendezte meg 10. alkalommal a Tolna vármegyei önkormányzat az Értékek napját Madocsán. Tolna vármegyei Értékek napján jártunk a Madocsai Duna parton, ahol 10 órakor a folyó megkoszorúzása volt a program. Fehérvári Tamást, a Tolna vármegyei közgyűlés elnökét kérdeztük a kezdetekről. Amikor elindultunk 2 ciklussal ezelőtt, akkor ugye eldöntöttük, hogy megpróbáljuk a konkrét tervező munka, koordináló munka fölött találni egy olyan összekötő kapcsot, ami a településeken az életet egy kicsit fölélénkíti, és akkor javasolták kollégáim, hogy próbáljuk meg, hogy hozzunk össze egy ilyen értékközösséget, és próbáljuk meg a megyei értékeket fölkarolni, és próbáljuk meg a Hungarikum mozgalomhoz hasonlóan egy szinten lejjebb hozni ezt a történetet. Az elején egy kicsit szkeptikus voltam, de csodásan bejött az ötlet. A Tolna vármegyei értéktárbizottság döntése alapján idén 3 értékkel bővült a vármegyei értéktár része. Mindegyik a kulturális örökségek számát növelik, így ezzel a döntéssel jelenleg 482 értéket számlál. Jól érzem magamat, hál' Istennek, hogy sokan megtiszteltek bennünket, hogy akkor tényleg együttek erre a helyszínre. Igaz, nem mi csináljuk ezt az értéktáros vármegyét, de azért örülünk neki, hogy ennyi település megmutatja magát itt Marocsán, és meg tudják nézni, hogy mi a mi értékeink, és közt ez a Dunapart, egy gyönyörű tényleg környezetben, nem tudok szavakat találni rá, hogy tényleg, hogy milyen, mert folyamatosan akármikor lejövök ide, mindig újat mutat az arcából, de hál' Istennek jó az időjárás is, az Úr velünk van. A madocsai gasztronómiai értékek is okkal közkedveltek. A település 1000 éves, 19-ben volt 1000 éves. Ez a lángos nem 1000 éves, hanem friss, most sütötték. De a nyugdíjas kör, nagyon finom, mindenkinek javaslom, hogy próbálják ki. A nagyszabású esemény helyszínén szolgáló község értékeiről Törjék Erzsébet beszélt nekünk. A madocsai önkormányzat kért föl bennünket, hogy települjünk ki az egyesülettel, illetve a madocsai értéktár bizottsággal közösen, és mutassuk be Madocsának a mindenféle szépségeit, értékeit. Hátrébb vannak környezetvédelmi témájú bemutatók is, fényképek, illetve ezen a részen inkább kulturális értékekről értékeinket mutatjuk be. Elsősorban a szüreti mulatsággal kapcsolatos dolgokat hoztuk, ezek láthatóak itt. Nagyon nagy érdekesség Madocsán a rigmus. Ez egy vicces mondók, amit minden évben összeírnak és hangosan felolvassák a szüreti bál kezdetén, illetve a nap folyamán. Azokat ott láthatjuk, illetve amivel még készültünk, Földesi János munkásságát mutatjuk be. Üdvözöllek benneteket, nagyon jól érezzük magunkat. Most egymagam maradtam, mert a többiek elmentek a csapatból a vetélkedőkre. Nagymányok az a régi nagymányoki zárda iskolát próbálta bemutatni, vagy próbáljuk bemutatni. Nagyon sok eszközt hoztunk magunkkal, reméljük, hogy tetszeni fog nektek is. Megyei értékeink még nincsenek fölterjesztve, de folyamatban vannak. Szeretnénk az iskolánkat, kápolnáinkat, illetve múzeumainkat megyei értéktárba felvitetni. A szekszárdi sátornál készült leves különlegessége, hogy a hozzávaló hús Majnai Gábor tenyésztette. Igyekeztünk a szekszárdi értékeket bemutatni, helyi termelőktől hoztunk kóstolókat, saját magunk készítettünk lángost.
többfajta ízesítésű lángost, a petricséktől mézes kalácsokat, a tolletejtől sajtot, péksüteményt hoztunk helyi termékektől, illetve igyekszünk egy kis kuriózummal, egy galamblevessel, meg sertéspörköltel szolgálni. Hát kitűnően érzem magam itt Madocsán a Dunaparton, egy csodálatosan szép környezetben lehetünk együtt, és Tamás is megmutathatja magát ismét a többi megyei település mellett. Mi nagyon szeretjük ezt a rendezvényt, nagyon sok régi jó baráttal tudunk itt összefutni, beszélgetni kollégákkal, ismerősökkel, és kicsit meg tudjuk mutatni az értékeinket is. Szerencsére Tamásnak is sokféle értéke van. Most úgy döntöttünk, nem turisztikai vagy kulturális értéket mutatunk be, hanem egy teljesen más oldalról közelítjük meg a települést, és virágokat hoztunk, ugyanis az önkormányzat közfoglalkoztatási programjának a kertészete virágokat termeszt, amelyek aztán a közterületre kerülnek, vagy az intézményekhez, de a lakosság is megvásárolhatja. Úgyhogy mi ebből készültünk, csodaszépek ezek a virágok, hatalmas munka van bennük, óriási értékek Tamásinak, és azt gondolom a Vármegyének is. Ennek a neve Mitch és Flecken, igazi székely csemegék. Én Erdélyből származok, és mindig hozom magammal az erdélyi ízeket ide, Dolna Vármegyében is. Ráadásul, aki készítette, egy pakasti hentes, ő is székely, bukovini székely származású. Elég sokan vagyunk székely származások Dolna Vármegyében, és hogyha ilyen lehetőségeink vannak, akkor mindig bemutatjuk a székely ízvilágot is. A magyar nyelv egy gyönyörű nyelv, a szeretetben benne van az, hogy eted. És így fejezem ki a megye iránti szeretetemet, hogy most a megye napon, aki meg szeretné kóstolni, azok jöhetnek és ehetnek belőle. Az idei rendezvényen több mint 40 település képviselte magát, és mérte össze gasztronómiai tudását, értékeit. Itt az első tekintetben, az első ránézésre nagyon-nagyon szép tálalásokat, nagyon szép ételeket. Eddig nagyon-nagyon színvonalasnak tűnik a verseny, az ízt majd később fogjuk eldönteni, illetve a meghatározott dolgot. Van egy pontozólapunk, és akkor ott vannak feltüntetve, hogy a tálalás, az íz, a kreativitás, az állag, tehát ezek vannak ilyen meghatározott pontok, és akkor azokat pontozzuk 1-től 10-ig, és akkor így szépen összejön egy pontszám. Böde Dániel, akit a Madocsai Messinek is neveznek, stábunknak nyilatkozni nem tudott, de üdvözli a Tolnatáj televízió nézőit. A szekszárdi Vosinski Mór Múzeum hosszú évek óta rendszeresen csatlakozik a Múzeumok Napja kezdeményezéshez, sőt, számukra különösen jeles alkalom ez, hiszen ezen a napon vette fel az intézmény alapítójának nevét. A Múzeumok Világnapját 1977 óta tartják meg május 18-án. Ezen alkalomból a szekszárdi Vosinski Mór Múzeum is megemlékezést tartott. Múzeumi Világnap keretében tartjuk most már több mint 10 éve a Vosinski emléknapunkat, aminek az az oka, hát egyrészt a Múzeumi Világnapról annyit, hogy 1977-ben hoztak erről egy döntést, hogy a múzeumoknak a szélesebb körű megismerése miatt érdemes egy ilyen világszerte megtartott emléknapot tartani. A múzeumokban folyó munkákra próbálják ezáltal felhívni a figyelmet, és múzeumunk is már nagyon régóta csatlakozott ehhez a világnapos programhoz. Olyannyira, hogy 1989-ben, ezen a napon, május 18-án, hát ugye most május 17-e van, amikor nyilatkozom, de most 18-a hétvégére esik, de 1989. május 18-án ezen a napon vette föl az intézményünk az alapító igazgató Vosinski Mórnak a nevét. És ez adta az ötletet, hogy ez erre rá csatlakozva egy Vosinski emléknapot, tehát tulajdonképpen a múzeumunknak a születésnapját is ünnepeljük. Mint minden ünnep alkalmából, ilyenkor azért próbáljuk megtalálni azokat az embereket, támogatókat, akik sokat tettek az intézmény működésért, sokat támogatták önzetlenül, és ebből adódóan a Vosinski emlékplakett kerül átadásra, illetve a múzeum dolgozói közül Vosinski díjat is adok át minden évben. Úgyhogy ez most is így fog történni. Nekünk ez egy nagyon fontos és saját történelmünkre nagyon büszke közösségként. Nagyon fontosnak tartjuk ennek az emléknapnak a megtartását, folyamatos megtartását.
Vosinski emlékplakettet kapott az eseményen Tóth Gáborné, Bogár Éva, a Bogár tanyán végzett hagyományőrző munkájáért, a Vosinski díjat pedig Sejler Katalin, aki már 10 éve a múzeum munkatársa. A megemlékezésen köszöntőt mondott Csötönyi László, a Kultúra, Civil Szervezetek Város Marketing Bizottság elnöke, aki kis történeti áttekintéssel kezdte meg beszédét. Az előző évekhez képest azt gondolom azért lehet talán nagyobb nyomatékkal hangsúlyozni Vosinski Mór nevét, mert mindannyian tudjuk, hogy 170 évvel ezelőtt, 1854. márciusában született. A jelenlévők azt gondolom azt is tudják róla, hogy lengyelkösség jelentős fordulópont volt az életében, hiszen ott bukkant az úgynevezett török sáncon egy olyan 7000 éves neolitikus kultúra nyomaira, amelyeket azóta a régészeti szakirodalom a lengyeli kultúra elnevezéssel tart számon. Ahogyan az is köztudott, hogy a kutatásainak a fő támogatója a helyi földbirtokos gróf Apponyi Sándor volt, és vele határozta el, hogy megalapítja Tolnavár megye múzeumát. Elmondta továbbá, a megyei múzeumi épületek közül ez az egyetlen, ami eredetileg is múzeumi célokra épült. Eztán Vosinski Mór Keleti utam emlékei című művének előszavát olvasta fel, ezzel is erősítve azon kijelentését, miszerint több Vosinskihez hasonló emberre lenne szükség napjainkban is. Ha a nemes jótékonyságnak fillérei valahol ezerszeresen gyümölcsöznek, úgy az bizonyára a keleti missziók ügye által történik. Hálásan kell itt megemlékeznem a nagy érdemű közönségről, mely oly lelkesen karolta fel jelen munkámnak első kiadását úgy, hogy rövid néhány hó alatt a 700 példányból álló első kiadás teljesen elkelt, s második kiadást kellett rendeznem. Épp elelkes felkarolással tetemesen támogatta a nagy érdemű közönség a keleti misszióknak jótékony ügyét, amennyiben részint az első kiadásnak tényleges, részint a második kiadásnak reménybeli tiszta jövedelméből összesen 1000 frankot juttathattam a jelzett jótékonysági célra, melyről hírlapilag számoltam be a nagy közönség előtt. Midőn tehát most a második kiadásnál is munkámnak minél tágasabb körben való terjesztését kérném a szíves olvasótól, nem önzés, hanem a jótékonysági nemes cél érdekében teszem ezt. A nemes cél érdekében. Jó volna minél több ilyet tapasztalni 2024-ben is. Az esemény végén megkoszorúzták a múzeum épülete előtt álló Vosinski szobrot. Idén is sikeres volt a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál. Programok, koncertek, ételek és italok várták azt a több tízezer embert, aki kilátogatott az eseményre. Remek kikapcsolódást kínált a május 17-e és 20-a között rendezett Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a helyiek és környékbeliek számára. Rengetegen látogattak ki, hogy kikapcsolódjanak, szórakozzanak, feltöltődjenek. Most kipróbáljuk a kisgyerekkel a körhintákat, körülnézünk itt a kirakodóson, csak most jöttünk, úgyhogy még annyira nem néztük, hogy mik vannak. Igazság szerint jó szokott lenni. Koncertek is, felhozatal általában mindig jó. A gyerekek számos játékot kipróbálhattak. Milyen volt az? Jó! Gyere, boldizsát! Nem féltél? Nem. Egy kicsit csak, ugye? Nekem nem volt a hány ingerem, amúgy tök jó volt ott az a nagy kanyar, ahol úgy ott megindultál, és így egyszer csak felmentél, majd utána megint lezuhantál. Sokan családosan, gyerekekkel, unokákkal jöttek. Most éppen a jégkását, mert voltunk ugrálóvárazni, meg a vattacukorban most. Fönn a Béla téren voltak ezek a tornászlányok, őket megnéztük, meg hát ahol rábukkanunk ilyen gyerekeknek szóló. Az étel és ital kínálatban jellemző volt a bőség zavara, hiszen idén is sok árus volt a fesztiválon. Jelenleg itt ebben a büfékocsiban most minifánkot árulunk, töltöttyúra, székkását, üdítőket, kávét. A másik büfékocsiban van még hotdog meg hamburger. A legjobban nálunk a minifánkot, ugyanis ez a 22. év, hogy itt Szekszáron minifánkot, szekszáriak vagyunk, ugye, Szekszáron minifánkot árulunk, illetve a környéken, úgyhogy minket már nagyon ismernek, és mondhatom azt, hogy szerintem nagyon szeretnek minket, úgyhogy a minifánkunk a legfelkapottabb itt. Fahéjas, vaníliás, kakaós, kókuszos, illetve öntetesben van csokoládé, áfonya, málna és karamell. Az ellenállhatatlan csoki az, ami mindent visz. Szerintem igen, a családok kisgyerekekkel is, illetve hát a fiatalok is, bár elég sok idősebb korosztályú vásárlónk is van,
szeretik mondjuk csomagolva hazavinni, és akkor otthon nyugodtan elfogyasztani. Az egyik standnál dél-amerikai termékeket kínáltak. Ez egy füstölő, ilyen pálcikás füstölőt kell belerakni, és végülis elég, és a száján fog kijönni a füst. Pánsípok, furulyák, ékszerek, minden, ami az Andokhoz kapcsolódik. Mi egy dél-amerikai vállalkozás vagyunk, Inkaház néven, elég régi vállalkozás, és csak dél-amerikai termékekkel foglalkozunk, a főnökünk is dél-amerikai. Csak így fesztiválokon lehet találkozni vele, de üzletekben szinte nincsen, és ezért mi vagyunk az egyetlen üzletet. Nem csak fesztiválokon, múzeumokkal is dolgozunk együtt, kiállításokat is csinálunk, tehát sokrétű a mi munkánk. Vannak például a pánsípok, amik bambuszból készülnek, szőttes táskák, kifejezetten dél-amerikai szőttesből, dióból készült ékszerek, pipák, füstölők. Szekszárdon természetesen a borok sem maradhattak el. Ez egy családi pincészet, ez már több régóta működik. Eperborokkal foglalkozunk, és eperpálinkával. És a borok meg ugyanak, hogy van az édes, a száraz és a kétfél édes. Azt kell tudni róluk, hogy az édes és a száraz a 100% a tajtott vagy szigeti eperből készül, a kétfél édes meg úgy, hogy 60% bennük az eper, ebben speciál az ámorban 40% a átvonya, ebben meg a 40% a cigánymenny. Van ez a kis üsti ágyas pálinkánk, ez 42,5 fokos, kedvelik a vendégek. Ugye ez azért kapja ezt az ágyast, vagy azt kapja meg ezt a szint, a pálinka, hogy ez kétszeri párlatfőzéssel van, és utána eperágyra fektetik, mert alapból a pálinka, a sima pálinka az egy szintelen valami. Hogy ágyas pálinka, attól kapja meg, hogy így eperágyon fektetik, és ettől lesz meg a színe. A családi pincészet vezetője annó kitalálta, hogyha van szőlőbor, akkor minden lehetne eperbort is csinálni. És így jött az ötlet, hogy összeállt borásszal, de ővé volt az ötlet, és ő kitalálta, Kalos Gábor, ő volt a vezető, vagy ő a pincészet vezetője, ő találta ki ezt a módszert. Tulajdonképpen ugyanolyan eljárással készül, mint a szőlőbor, csak ők nem fahordóban, nem ilyen galvanizált nagy tartályban tárolták, ennyi az egész, és így jött. Idén is számos csoport és együttes szórakoztatta a közönséget. A koncertek sorát Horváth Tamás zárta. A szervező Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója jó hangulatú, sikeres rendezvényként értékeli a 4 napot. Én azt gondolom, hogy sok minden szerencsésen újra összejött ezen a fesztiválon is. Kezdem talán azzal a legfontosabbal, hogy az időjárás kegyes volt hozzánk. Mindig sorsdöntő tud lenni egy 4 napos nagyvárosi fesztiválon, hogy 2 évvel ezelőtt sokan emlékezünk arra, hogy hogyan most el sajnos az eső, aztán tavaly a Jóisten visszaadta, és csodálatos idő volt a születi napokon, hát most újra mi voltunk a szerencsések, és mind a 4 nap egy rövid kis záportól eltekintve nagyszerű időjárás segítette a rendezvény megvalósulását. Tartalmasabb elemzést a következő hetekben fognak végezni, azonban az már elmondható, hogy több 10 000 ember fordult meg a fesztiválon. Első benyomásunk is az, hogy az emberek szívesen fogadták a sokszínű programot, közel 80 különböző kulturális esemény valósult meg, és itt igazából a Babits Kulturális Központban már csütörtökön kezdődtek színházi előadásokkal, Retkes Tamás fotókiállításával a Vármegyeháza galériáján, és péntektől pedig ugye akkor a szabadtéri nagyszínpadon, a Béla Király téren és sok-sok más helyszínen is vártuk a ideérkező vendégeket. Nyíltan is láthatóan érzékeltünk, hogy a szekszári nyitott pincék programja is nagyon-nagyon népszerű volt. Én azt gondolom a következő években ezt is át fogjuk egy picit gondolni, átbeszélni, hogy tudja jobban erősíteni egymást a két program, de hát minden este csodálatosan megtelt a Béla Király tér, azt hiszem, aki a záró koncerten részt vett, Horváth Tamás koncertjén, az láthatta, hogy micsoda kiváló hangulat övezte az egész fesztivált. És mindig egy élő probléma. Teljesen megértjük a városlakókat, ilyenkor jó magunk is, az itt dolgozó kollégák is, ugye többnyire autóval kell közlekednünk, ahhoz, hogy ideérünk a fesztivál helyszínére. Ez mindig egy
kötelező velejárója, hogy ilyenkor egy picit több türelemre, több nyugalomra van szükségünk. Szerencsére nem volt sem közlekedési baleset, sem olyan jellegű probléma, amely ugye nehézé tette volna a fesztivál folytatását. Természetesen kellemetlenséget okoz, mindig megköszönjük ilyenkor előre és utólag is a lakosság türelmét, de hát ezt látni kell, hogy másképpen nem lehet idehozni egy ilyen népszerű és ilyen sok vendéget ide vonzó programot. Nagyon jók voltak a gyerekprogramok, legnagyobb örömünkre a korábbi évekhez képest ez egy nagyon pozitív élmény volt, hogy a délelőtti kora délutáni programokon is szinte telt ház volt. Aki kilátogatott megint csak vasárnap délelőtt, de mondhatnám a szombat kora délutánt is, hát egy teljesen telt ház fogadta a helyi csoportjainkat. Mivel mi a szekszárdiak fellépését kiemelten fontosan kezeljük, az a sok hagyományőrző, tánccsoport, énekkar, zenekar, vagy kis gyerekprogramot előadó, most órákig sorolhatnám ugye a neveket, de mindenki ismeri a helyi szereplőket. Nagyon színvonalas programmal készültek, és nem csak a szülők hozzátartozók, hanem sok-sok vendég is kíváncsi volt ezekre is. Úgyhogy én azt gondolom, a koncepció jó, természetesen, ahogy említettem, mindig tartalmas elemzések, a partnerek bevonásával közösen egy jövőben mutató, akár a fesztiválokat megújító, vagy egy picit más szemszögből is vizsgáló egyeztetés következik. Azonban a pünköst után sem áll meg az élet Szekszárdon, hiszen érkezik a Hári János Mesefesztivál. Éppen, hogy el fogunk pakolni a pünkösdi fesztiválról, már is indul a hétvégén, szombaton és vasárnap, 5 év szünet, illetve 4 év szünet után nagy örömünkre a Hári János Mesefesztivál, amely elsősorban gyermekes családoké. Szombaton és vasárnap itt a Babics Kulturális Központ, a múzeum, a művészetek háza által behatárolt területen belül a gyerekeké lesz a főszerep. Kint vannak már a programjaink, a programfüzet is megjelent, úgyhogy mindenkit biztatok, forgassák, hiszen szinte az egyik fesztivál a másikat követi. Természetesen megnyugtatom a városlakókat, hogy ott a közlekedésben nem lesz lezárás, tehát szabadon járhatóak lesznek az utak. Ez igazából itt a zöldövezetben és itt a házon belül a gyermekek szórakozását segítő programokat jelenti. Június közepétől az induló labdarúgó Európa-bajnokságra is mi nagy erőkkel készülünk. Erről is rövidesen majd megjelenik bővebb információ, de a lényeget el tudom mondani, hogy a Garai téren egy hónapon át, egy hatalmas kivetítőn keresztül valamennyi, mind az 51 mérkőzés június 14 és július 14-e között látható lesz. Nagyon sok támogatónk érkezett, köszönjük a lokálpatrióta szekszárdi vállalkozásokat, akik nem csak foci rajongónként, hanem kultúra rajongóként is mindig mellettünk állnak, egy szurkolói bázis, sok-sok nézőtéri hely kerül kialakításra megfelelő italokkal, körítéssel, együtt tudunk drukkolni remélhetőleg a magyar csapat minél sikeresebb szerepléséhez. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Önök a Tolnatáj Televízió Kultúrszoba című magazinját látták, viszontlátásra!